Nem meghaladott a kisebbségi identitás megőrzésének igénye, hangsúlyozta Vince Lorent EP képviselő a hétvégén egy Gyulán megrendezett nemzetközi konferencia keretében. Az EP képviselő híradónknak kiemelte, fel kell lépni a kisebbségek védelme érdekében. Különösen érdekes a kisebbségek védelméről beszélni ma, szeptember 26-án, amikor az Európai Nyelvek Napját ünnepeljük, nyilatkozta híradónknak Vince Lorent EP képviselő. Hangsúlyozta, azt szeretnék, ha az európai nyelvek nem csak a hivatalos nyelveket jelentenék, hanem a kisebbségi nyelveket is. Számbelileg utóbbiak vannak többen. Az EU-nak csak 23 hivatalos nyelve van, a kisebbeket azonban mindig elfelejtik, és az elmúlt évtizedekre is jellemző, hogy nem sikerült kialakítani azokat az eszközöket, amelyekkel a kisebbségek védelmét biztosítani lehet. Amikor azt mondja, a kisebbségek védelme, az a kisebbségek elismerését, támogatását jelenti, olyan eszközök elfogadását, amelyek a kisebbségi identitást biztosítják, az anyanyelv használatot, az anyanyelvi oktatás biztosítását, az, hogy a közösségek maguk dönthessenek az őket illető kérdésekben az oktatás, a kultúra területén, hangsúlyozta. Nem léptünk előre, hiszen a meglévő eszközök gyengék, amik az Európai Unióban megvannak, az Európa Tanács kisebbségi keretegyezménye vagy a nyelvi kárta régi idejét múlt, modernizálni kellene, hiszen az nem írja elő az államok számára a kötelezettséget, tulajdonképpen az államokra van bízva azoknak a betartása, másodlagos törvénykezés része, nem a kisebbségek szemszögéből közelíti meg a kérdéskört, hanem az államok perspektívájából. Ugyanez igaz globális szinten is. Múlt héten éppen António Guterres, ENSZ főtitkár mondta az ENSZ kisebbségi nyilatkozatának 30. évfordulóján, hogy adósak maradtak, hiszen a nyilatkozat elfogadása óta sem dolgoztak ki olyan eszközöket, amelyek védeni tudnák a kisebbségeket. Vince Lorent hangsúlyozta, fel kell lépni és támogatókat szerezni az ügy mellé. Megjegyeztem, a hétvégén lesz az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója a FUN kongresszusa Berlinben. Ezen ismét elfogadnak egy javaslatcsomagot arról, hogy mi az, amit lépni kellene európai és nemzetközi szinten is a kisebbségek védelmében. Napirenden szeretnék tartani a kérdést, hiszen ez az, amit megtehetnek, és bíznak abban, hogy valamikor lebomlik a közöny fala, ami körbeveszi a kisebbségek ügyét.